2009. novemberében Csávás Csaba nívódíjas szobrász vezetésével alakult újjá a Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház fafaragó szakköre. Az aktív alkotó munkát végző csoportba a kezdőket és a fafaragást korábban már kipróbálókat is várják. Az érdeklődők a foglalkozásokon elsajátíthatják e szép, ám rendkívül nehéz művészet alapfogásait, és szakmai útmutatást kérhetnek továbbfejlődésük érdekében. A népi hagyományainkat ápoló szakkör kiállítása kapcsán Lehotám János esztétával az élő népművészetről beszélgettünk. Csávás Csaba és csoportja, mondhatnám azt is, hogy alkotó műhelye. Munkásságában, gondolkodásában képvisel egy olyan radikális, vagy elsőre inkább radikálisnak tűnő gondolatot, miszerint élő népművészet nincsen. Mélyen egyetértek az állítással, minden radikalizmusával együtt. Ugyanis az élő népművészet, amely évezredeken keresztül meghatározta az emberiség kultúráját, és létrehozta tulajdonképpen a mai főként városi gondolkodásra épülő világunkat. Az élő népművészet tehát a használhatóságot nagyon-nagyon fontos elemnek vette. Az, hogy népművészet, lényegében egy ilyen paradox kifejezés. Nem is jó kifejezés. A művészetben mindig van valamiféle öncélúság, egyfajta elszakadás a használattól. Persze, ha visszamegyünk az időben régre, én még mint esztétika történetet tanuló annak idején mindig emlegették és tanították nekünk, hogy a kezdeti időszakban a művészet nem vált szét a használhatóságtól, hogy egy sótartót megfaragok és ezzel üzenek, mint írástudatlan ember, ezzel üzenek a többieknek, a családnak, a világnak, az isteneknek, vagy az istennek, éppen milyen kultúrkörben járunk, akár a szerelmemnek egy tárgyal, egy mángorlóval, vagy bármilyen hasonló eszközzel, amiben belekarcolom, mint egy írás, képi írás az én üzenetemet a másik felé, közösség és kapcsolatépítő szempontból. Ugyanakkor használom a tárgyat, nem tudom elszakítani a kettőt egymástól. A modern értelemben vett művészetben nincs ilyen, hogy én most beverem a szeget egy képpel, vagy egy szoborral. Néha csinálunk ilyet otthon, bevallom, az ugye sokakra jellemző, de nem a funkciója messze nem a használhatóság irányába megy. A népművészet, mint fogalom, mint furcsa fogalom, és pláne ha élő népművészetként próbáljuk apostrofálni, azt jelenteni, hogy faragok, dolgozom, és máig úgy alakítom azokat a használati tárgyakat a környezetemben, amivel szólok a világhoz. Ez ma nincs, úgy gondolom, hogy nincs. Bizonyosan vannak emberek, személyek, kisebb csoportok, akik ezzel foglalkoznak, de mint általánosan elterjedt a kultúránkat meghatározó tevékenység nincs jelen a világunkban, ez a fajta népművészet, hogy úgy mondjam. Egy város közepén egy csoport városi ember megérkezik, aki azért farag, hogy ügyesebb legyen, hogy hasznosan töltse az idejét, hogy valamilyen módon a benső tartalmait növelje, és a képességeit bontakoztassa ki. Tehát a célja egy egészen más dolog, de közben ezzel a tevékenységgel, amit ők itt végeznek, ápolják azt a már elszakadt gyökérzetet, amely tulajdonképpen nem létezésével is máig a mi kultúránk fundamentuma. Tehát amit felépítettünk, modern világot, az mégiscsak az a láthatatlan, ma már láthatatlan föld alatt lévő alapok valóban mindegy épületnél, ami hozzáférhetetlen már, hiszen rajta van a téglafal, viszont tudnom kell, hogy ott van egy alap, amin ez az egész építmény, ez a modernség áll. Ezt valahol kívülről nehezen hozzáférhetően, de ápolni kell, gondozni kell, figyelni rá, és azt a benső magatartás formát előhozni magából, vagy magukból, amely jellemezhette a régi korok embereit, az a működés. Néha csak 3 órára is, de egy picit
biztos, hogy beüvegesedik a tekintet, a mester Csávás Csaba jön, és mint a régen a céheknél és a műhelyeknél elmondja, hogy hogyan gondolkodnak együtt, tanítja lépcsőzetesen a tanítványokból, hogyan lesznek mesterek majd idővel, azt szépen végig kell járni. Benne van ez a nagyon szervesen épülő, organikusan épülő gondolkodásmód. Mondom még egyszer, talán kicsit idegen testként a mai mainstream gondolkodás és kultúra felfogással, de pontosan ezért becsülendő. Ugyanis a mainstream az mindig változik, és hogyha a világunk és a kultúránk is egyfajta irányváltást tesz, akkor azok az értékek, amik ott voltak a múltban, és már hozzáférhetetlenek minden módon, még közvetetten sem hozzáférhetők, akkor az a következő kultúra nem tud miből építkezni. Csak az előtte lévőből, a közvetlen előtte lévőből, az pedig mindig egyfajta absztrakcióvá válik, és kiüresedés, formalizmussá válik. Úgyhogy nagyon-nagyon tudom becsülni azokat a munkás, dolgos kezeket, akik szánják le az időt, és egy ilyen elveszett világot ápolnak, amely nem elveszett. Nem szabad, hogy elveszen. És Csávás Csabát különösen, aki művészi gondolkodás módja mellett, és gondolkodás és tudása mellett tulajdonképpen ennek az alkotói világnak is egy nagyon komoly magja, amely tud kibomlani és tud nevelődni.